Kedves nézőink, az országos média is foglalkozott azzal a hírrel, hogy 21 drogfogyasztót állítottak elő november 7-én az Ajkai rendőrkapitányságra. Most ehhez kapcsolódóan láthatnak egy összeállítást. Kerék Zoltán rendőrfőhadnagy elmondta, az akciót megelőzte egy 19 megyére kiterjedő, a lakosság szubjektív biztonságérzetét javító intézkedési program. Ennek során a városban élő személyek több alkalommal jelezték a rendőrségnek az adott település részről, hogy bódult állapotú, szédelgő személyeket vettek észre. Ezt követően végzett a rendőrség bűnügyi portyaszolgálatot a területen. A kollégánk egy gyanúsan viselkedő személyre lettek figyelmesek, akit igazoltatás alá vontak. Ennél a személynél az elvégzett ruházat átvizsgálás során egy nejlonzacskóban kábítószergyanús növényi anyagot találtak, melyet lefoglaltak az eljárásuk során. A növényi anyag vizsgálatának céljából szakértőt rendeltünk ki, és a szakértői vélemény alapján az anyag új pszichotróp anyagnak minősült. Tekintettel ezen előzményi adatokra hatóságunk 2014. november 7-én a késő délutáni órákban egy bűnügyi akciót hajtott végre. Az akció végrehajtása során erről a bizonyos területről összesen 21 főt állítottunk elő itt az Ajkai rendőrkapitányságra. A 21 személy kapcsolatba hozható a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény elkövetésével. Ruházatuk átvizsgálása, illetve a náluk végzett házkutatás alkalmával szintén kábítószergyanús növényi származékra bukkant a rendőrség, illetve a vizelet gyors tesztek is több személynél mutattak pozitív értéket. Az előállítottak közül több embert gyanúsítottként hallgattak ki, egyiküket drogterjesztés megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. Az eljárás folyamatban van. Molnárné Bodor Idát, az Ajkai rendőrkapitányság drogprevenciós felelősét az ügy kapcsán a kábítószerfogyasztás megelőzésének lehetőségéről, illetve a pszichotróp szerek veszélyeiről kérdeztük. Igaziból Magyarországon a dizájnadók jelentek meg, amelyeknek mindig újabb és újabb összetevőit dobják a piacra, és ezek most herbálfűként vagy biofűként vannak a piacon, amelyet elég olcsón meg tudnak szerezni a fiatalok, mivel az interneten és bizonyos boltokban is árulják ezeket. Könnyen hozzáférhetőek, bárki meg tudja venni. Ezeket az anyagokat nem emberi fogyasztás alkalma szerenként árulják, de csak drogként való használását ismerjük. Tehát más felhasználása egyelőre nem ismert. És mivel annyira olcsók és hozzáférhetők, így bárki fogyaszthatja őket, de viszont nagyon veszélyesek az egészségre. Magyarországon az elmúlt évtizedben jelentősen növekedett a kábítószerfogyasztás és az ezzel járó bűncselekmények száma is. A kábítószert fogyasztók életkora egyre csökken, már a 10-12 éves korosztály is veszélyeztetetté vált. Az általános és középiskolai diákok kábítószerfogyasztása igen gyors növekedést mutat. Szerintem a szórókozók azok alapban veszélyesek, de bárhol, tehát az iskola környékén is megjelennek ezek a dillerek, tehát mivel a fiatalokat szírozzák meg, főleg az általános középiskolásokat, ezért ahova ők járnak, az a környezet a legfertőzöttebb. A szórakozó fiataloknak mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy a kapott ital bontatlan legyen. Fontos, hogy ne fogadjanak el másoktól ajándékitalt, hiszen nem lehet tudni, hogy mit keverhettek bele. Ugye cigarettát is megkínálják egymást, szívjel egy szálat, ezt sem ajánlom, mert lehet, hogy az nem igazi cigaretta, hanem ez már egy kábítószer. Hát akik szándékosan próbálják ki ennek, csak azt tudom, hogy próbálják megnézni, hogy mivé válhatnak. És igaziból a saját jövőjüket tudják ezzel romba dönteni, mert az egészségállapot olyan szinten romlik, hogy sem a munkát, sem a tanulmányokat nem tudják majd folytatni, és az egész életüket tönkreteszik vele. A szakember szerint fontos, hogy a 10-18 éves gyereket nevelő szülők több információt kapjanak, hogy felismerjék és odafigyeljenek a magatartásbeli változásokra. Szülők, felelősség, figyeljenek azokra a jelekre, ami arra utal, hogy a gyereknek a viselkedése valami változás történt. Például romlik a tanulmány eredménye, hogy az otthoni viselkedése, magatartása megváltozik, esetleg zavartá válik, vagy agresszívé, új ismerősök tűnnek fel a környezetébe, új barátok, és kicsit többet költekezik, több pénzre van szüksége. Ezek azok a jelek, amiért már az embernek figyelnie kell. Magatartási problémán kívül lehetnek ilyen, hogy fejfájás, szédülés, esetleg hányinger, vagy étvágytalanság. A szerek mindenkire máshogyan hatnak. A hatás nagyban függ az elfogyasztott kábítószer mennyiségétől is.
A tünetek széles skáláján az enyhe rosszullét és a kórházi kezelést igénylő súlyos zavar, szédülés, ájulás is megtalálható. A legújabb drogok hosszú távú veszélyei még nem ismertek. Biztos, hogy van, minden kábítószernek van veszélye, hosszú távon egyre több. Biztos, hogy leépül a szervezet, az egészségkárosítás nagyon nagy. Ahogyan az új szereknek új hatóanyaga van, azoknak mindig nagyobb lesz a hatásuk az egészségre. A rendőrség országosan is meghirdetett egy új drogprevenciós programot annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tájékoztassák a szülőket, nevelőket és a családokat, hogy a kábítószer bűnözés megelőzésében partnerként kell együttműködni. Hiszen a szülőknek kell odafigyelni a gyermekeik életvitelére, ők azok, akik időben felismerhetik a jeleket. Az iskolákban bűnmegelőzési tanácsadás keretében a tanulók is tájékoztatást kapnak a kábítószer veszélyeiről, annak káros hatásairól, kockázatairól, a kábítószerrel való visszaélés büntethetőségéről. Osztályfőnöki órák keretében zajlik, amelyik iskola vagy osztály jelzi, hogy neki szüksége van rá, akkor megyek és megtartom ezeket az órákat, és a szülőket és szülőértekezleteken tudom a drogprevencióról tájékoztatni. Mik a tapasztalatai, mennyire tájékozottak a fiatalok a drogfogyasztással kapcsolatban? A fiatalok nagyon tájékozottak, többet tudnak róla, mint mi magunk, tehát teljesen képbe vannak, mindent tudnak, csak nem mérik fel a veszélyhelyzetet még. Ők még ehhez fiatalok, tehát sérülékenyebben, könnyebben belebonyolódnak ilyen helyzetekben. A sérült gyerekek, tehát az iskolai kudarcokat vagy a családi problémákat nem jól megélő gyerekek előbb nyúlnak a droghoz. Mennyire fontos a család támogatása? A legfontosabb a család támogatása, hiszen a családban nőnek fel ezek a gyerekek, azt a mintát követik, és a szülőknek a feladata főként, hogy saját gyerekeiket figyeljék, az életvitelüket, a problémáikat, a magatartásai zavaraikra felfigyeljenek, és ezeket kezeljék. Mit tanácsolna annak a szülőnek, akinek a gyerekéről kiderül, hogy kábítószert fogyaszt? Hogyan viselkedjen a gyerekével? Erőszakkal nem lehet, hiszen ha a gyerek azt látja, hogy tiltják valamit, annál jobban szeretné azt megszerezni, tehát mindenképpen az a fontos, hogy a szülő elbeszélgessen és próbálja felvenni azt a kontaktust, azt a kapcsolatot a gyerekkel, amivel meg tudja győzni, hogy ez számára rossz. Megalakult egy ügyelet, tehát egy ügyeleti nap, amikor a szülők tudnak jelezni. Van egy telefonos vonalunk is, és e-mailben is bármikor tudnak hozzánk fordulni segítségért. Ha valaki segítséget szeretne kérni, megteheti ezt anonim módon? Természetesen akkor is adunk felvilágosítást, ha valaki anonim módon jelentkezik be. Megmondjuk, tájékoztatjuk arról, hogy milyen hatásai vannak a kábítószernek, a tünetek megfelelnek ennek, és hogy további esetben hova fordulhat, tehát drogambulanciára vagy orvosi kezelésre, vagy esetleg, hogy milyen büntetési tételt minősítünk ebbe az ügybe. Molnárné Bodor Ida rendőrőrnagy minden hónap első szerdáján 14 és 15 óra között tart fogadó órát az Ajkai rendőrkapitányságon. A drogprevenciós tanácsadó telefonos ügyelete pedig páros héten, hétfőnként 14 és 15 óra között érhető el.